Jó reggelt, világ! Úgy gondolom, hogy minden készen áll erre az epizódra, mi? Na várjunk csak! Mindent beborított a hó. Nagy-nagy szerencse, hogy rajtam van a téli ruhácskám. Akármilyen csodás is ez a táj, a mai nap valami teljesen másra szeretnék fókuszálni. Igaz? Nem másra, mint a Strongholdra, valamint az End portálunknak az átalakítására. Jó nagy projekt lesz. Mit láthatjátok a képernyőn, eltöltöttem egy kis időt a portál szobában, igen, lebontottam az egészet, valamint eléggé megnagyítottam. Szükségünk lesz a helyre, ugyanis ez egy fontos helyszín lesz ebben az epizódban. Tartsatok velem! Ugyanis itt lesz mind dolgozni, mit ne mondjak. Na de sziasztok srácok, hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy csodálatos 1.19-es túlélő Let's Play epizódban. Nem mellesleg 24-e van, boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket mindenkinek. Na de vágjunk bele! Remélem, hogy tetszik a karakterem idei karácsonyi kinézete. Viszont nem ezért vagyok itt, hanem a napokban észrevettem, hogy bizony itt van még egy pár olyan achievement, amit nem csináltunk meg, például a Spyglass-es, ez a kettő. Az egyik az nagyon-nagyon egyszerű lesz. Halihó, boom. A másikhoz azonban a Netherbe kell mennem. Tudom, hogy éjszaka van, de ki az ágyból cserélgetnem kell veled. Meg veled is, hello, a kis barátom. Most pedig szüksége van 4 gázra, úgyhogy keresek egy Soul Sand Valley-t. Ne aggódjatok, srácok, nem fogom nektek megmutatni a sárkány harcot, már láttátok kétszer. Ez lesz itt a harmadik, majd nagyon gyorsan átpörgetem, vagy kivágom azt a részt, nem kell még egyszer végignéznetek. A vadászat alatt viszont legalább lesz időm felolvasni nektek egy kommentet. Itt van például Dobó Zoltán. Azt írta, hogy szia Pörki, tudom sokan szokták mondani, illetve egy sablonos is már egy kicsit, ellenben igaz, hogy nagyon hangulatos, kreatív és minden korosztály számára alkalmas és élvezhető vicces videókat kreálsz minden héten. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Zoltán, nagyon-nagyon jó fej vagy, igazán értékelem és hidd el, nem sablonos, köszönöm. És 6 darab. Na jó, hát ennyire nem lesz szükségünk, de ki tudja, még jól jöhet. És pontosan 4 darab kell. Na let's go, gyorsan ezeket lehelyezzük, aztán ezt a részt átpörgetem. Csak közben megköszönöm Every playernek a kedvességét. Azt írja, hogy 2 éve minden videómat lájkolja. Nagyon szépen köszönöm. Srácok, tegyétek meg ezt ti is, hogyha szeretnétek támogatni a csatornát. Tudom, nem szép dolog, amikor ilyet kér egy videós, de sajnos egy olyan rendszert kell kiszolgálnunk, ami nem azt nézi, hogy mennyi munkát fektetünk egy-egy videóba, hanem azt, hogy azt mennyien lájkolták. Bocsi, de köszi. Na de még mielőtt megöljük, megvan. Azonban még mielőtt tovább haladunk, ezen a csodálatos téli tájon van számotokra egy találós kérdésem. A kérdés pedig így szól. Nem Rudolf vagy, mégis csodás. Szán sem húzol, nem is vitás. Makacs vagy, de mégsem összvér. Kérlek szépen, ne köbdössél. Mi vagy? A helyes megfejtő bekerül a következő részbe, az előzőnek a sztár megfejtője pedig Nándor volt. Köszönöm szépen a válaszodat. Elkezdtem már a mai építős projektünkhöz extra anyagot is gyűjteni. Igen, egy kis téglára is szükségünk lesz majd. A shulker boxok pedig egészen egyszerűen a kedvenceim. Jól telepakoljuk őket mindennel, ami a mai nap kelleni fog. Sőt, ami azt illeti, annyi nem is lesz elég, úgyhogy kell még szednem. Eljöttem a közeli mészába. Nem baj, meg lesz az. Ezután pedig ideje volt elmenni fát vágni. Igen, ezt a részt egy kicsit összevágtam, hogy ne kelljen az egészet megnéznetek. Elmentem egy nagy fenyőerdőbe, utána szedtem egy kis dárkókot, majd mindezek után szedtem egy kis sima tölgyet is. És akkor még valami, amit össze kell gyűjtenem, az nem más, mint egy kis skulk blokk. Na hát most sajnos a kapámon nincsen silk touch, úgyhogy fejszével kell kiszednem, de nem baj, ezzel is szerintem gyorsan megleszek. És mindezek mellett 2 dolog fog még kelleni. Az egyik nem más, mint a bazalt, a másik pedig a jó öreg endrod. Ebből kelleni fog egy néhány majd díszítésként, világításra fogom majd használni. És akkor ezekkel együtt minden megvan. A koncepciót azonnal elmondom nektek, viszont előtte még leszeretném bontani, ki szeretném tisztítani ezt a helyet. Nyilvánvalóan a takarítással kezdünk, ugyanis úgy fogunk tudni majd szépen körbeépíteni mindent ebben a nagy helyiségben. Ezután pedig ezen a területen belül, hát ki kell szednem még egy réteget, ugyanis azzal nem számoltam, hogy a falunk az nem kőből lesz, át lesz majd, ugye építve valamilyen másik blokká, és hát sajnos ez elmaradt. Mindig tervezzetek előre, srácok. És a plafonból is lecsípünk egy
egy kicsit. Éppen a padlónak a magasságával játszottam, amikor eszembe jutott, hogy ígértem nektek egy koncepció revealed. Nos hát srácok, ez a nagy-nagy terem nem lesz más, mint egy ilyen ásatási, olajkivonási helyszín. Csak olaj helyett varázslatot fognak kivonni ebből a helyből. Ugyanis igen, a karakterem megtudta, hogy miért jöttek ide az elátkozott földön kívül élők. A varázslatnak az eszenciáját akarják kivenni bizonyos jellegzetes helyekből, és az egyik ilyen az a portálunk lesz. A portál, amit ők is felfedeztek, és industriális stílusban elkezdtek köré építeni. Már mindent kitaláltam, valamint előre megterveztem, kivéve azt, hogy mennyi szkálkot kell szednem. És úgy érzem, hogy ez nem lesz elég, hogyha ez tényleg így lesz, akkor el kell még ugranom a Deep Darkba valamennyiért. Haj, már olyan közel voltam. Nem szeretem ezt a helyet. De legalább szedhetek egy kis szkálkot a vadonatúj kapámmal. Ez így sokkal jobb, mint sárkánnyal. Vissza a munkához. És biztosan azt kérdezitek, hogy mégis vajon miért szkálk blokkot használok a padlózáshoz. Nos, hát nekem az a válaszom, hogy hát nézzetek rá. Teljesen úgy néz ki, mintha az Endből jött volna. Úgy néz ki, mint az End csillagok. Valamint nem csak ezt fogom használni, hanem még fekete üveget is. Na most erre a videóra kikapcsoltam az üvegeknek a szélét, úgyhogy így nagyon jól néz ki. Olyan, mintha egy ilyen homályos ködben lenne az egész. És ahogyan elnézem, a fekete üveg az éppen hogy elég lesz. De jól néz ki. Olyan, mintha lebegnék. És amennyire kaotikusnak néz ki ez az egész, higgyétek el, hogy van benne rendszer. Most például a dimenziókat jelölöm ki. Igen, itt olyanok is vannak. A lényeg az az, hogy szeretném először is kijelölni azokat a részeket, ahol szeretnék beugrókat építeni a portálunk felé. Tehát ezek lesznek azok a kis, hát nem is tudom, hogy hívjam őket, kinyúlások, nyúlványok, kis dobbantók, amiken keresztül majd bele lehet ugorni a portálba. És hogyha titeket mondjuk az industriális stílus érdekel önmagában, hát arról is tudok egy kicsikét mesélni. Az egész egy ilyen kis gyárias, rozsdás, picikét apokaliptikus, vagyis hát posztapokaliptikus stílus. Gondoljatok csak a teherhajóra, vagy pedig a taposúra, amit az előző epizódokban építettünk. Meg ez is olyan lesz. Egy kicsit jobban kidolgozva pedig így fest. Na most nyilvánvalóan a falak még nincsenek megépítve, de már nagyjából látjátok, hogy egy ilyen kör alapú szobára gondoltam. Itt még majd lesznek oszlopok, szóval ez a kör, ez sokkal teljesebbnek és teltebbnek fog tűnni. Amit még mindenképpen meg szeretnék csinálni, az egy kis textúrázás, hogy ez az üveg, ez ne egy teljesen sima fekete üveg legyen, hanem látszanak benne mondjuk ilyen buborékok, vagy éppen habok, hogyha ez valamilyen folyadék mondjuk. És már az oszlopok is készülnek. Nagyjából. És akkor még egy kis díszítés így az oszlopoknak a tetejére. Ezt követheti a falazás. Na most a falnak az alját az természetesen gránittal szeretném megcsinálni, mert a későbbiekben sima terrakottát akarok majd használni, ez pedig egy nagyon szép átvezető blokk szerintem. Oké, ez kezd alakulgatni, ott egy random pingben. És akkor végül a terrakotta falak. Na, ez izgalmas lesz. Nagyon-nagyon sok blokkom el fog erre menni, hogyha esetleg el kell ugranom a mészába, hát nem örülnék neki, de megtenném. Arról nem is beszélve, hogy addig legalább olvasgathatom a jó fej kommentjeiteket. Itt van például Street, aki azt írta, hogy szia Pörki, a kedvenc építményem a rózsánál lévő béka. Valamint azt írtad még, hogy nagyon jók a videók, és hogy a kisfiaddal mindig ezt nézitek. Csak így tovább. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, valamint a figyelmet is, nyilván, és üdvözlöm a fiadat. Most pedig kijelöltem az összes oszlopunknak a helyét. De még mielőtt tovább mennék az építésre, gyorsan el szeretném távolítani a kereteket. Ígértem nektek, hogy megmutatom, hogy hogyan kell. Na most, hogyha leraktok ide egy-egy gombát, akkor ez igazán egyszerű lesz. Szóval ide is egyet, ide a harmadikat, és a negyediket pedig ide. Na jó, oké, itt nem engedi, mert túlságosan sok a fény. Úgyhogy gyorsan építünk neki egy ilyen kis dobozkát, és hogyha ide bejövök, akkor elvileg ez az, meg is vagyunk. Pontosan így. Na most pedig csontporral szépen körbe megyünk, és megpróbáljuk az összeset úgy megnöveszteni, hogy igen, kivigye a portált. Ez most nem sikerült, ilyenkor ki kell szednünk a gombát, és újat lerakni a helyére. Ez az, megvan, oké. Na, ezt így kell, szépen. Itt is, jaj de jó, itt is sikerült, oké.
Gyerünk! Hát ez nem igaz. Mi ez a karácsonyi szerencse? És hivatalosan is megvan az egész. Na, most akkor ezt itt szépen ki kellene szedni. Meg hát nyilván a földeket sem hagyjuk itt, ezt is kiszedjük, és akkor elkészültünk. Észrevettem, hogy az ásás után itt hagyott kis scaffoldingolást magamnak, azt itt hagytam, úgyhogy ezt most gyorsan lebontom, mert csak rondítja a látványt. Egyébként, hogyha észrevettétek, hogy egy kicsikét más a hangom, mint néhány perccel ezelőtt, az azért van, mert ezt most már reggel veszem fel, tegnap nem tudtam befejezni a felvételt. Ez az egész karácsonyi rohanás kikészít. Rokon látogatások, ajándékok csomagolása, vásárlás, stb. Tényleg srácok, ti vettetek valamit valakinek? És hogyha igen, akkor kinek és mit? Na most akármennyire szép is, ez így nem maradhat úgy, hogy kell neki valami tartó oszlopot készítenem, arra gondoltam, hogy lehetne mondjuk fából. Valami kis egyszerű elég lesz, ugyanis tele lesz részlettel ez a nagy-nagy kamra. Nem akarom túlcsicsázni magát a portált, inkább a körülötte lévő részeket. Na most ezt itt például ki is kell szedni. És akkor erre jöhet rá ez a lekent, levaxolt kapör. Így né, ezek a részblokkok annyira szépek, sokkal szebbek, mint azok, amelyikek már teljesen beoxidálódtak, viszont nem hoztam eleget. Amúgy is szükségem van egy pár dologra otthonról, úgyhogy irány haza. Még jó, hogy van itthon ilyenem. És akkor beviaszozom, már vihetem is. 1, 2 és 3. Valamint így ennek a tetejére jöhetnek a szlebek, és akkor arra gondoltam, hogy extra díszként jöhetne még ide egy pár darab csapóajtó. Így né, hát nem sokkal szebb. És akkor ebbe a nagy portálba egy hatalmas fúró fog majd bereszkedni a plafonról. Egyelőre azt még nem építem meg, hanem visszatérek az oszlopokra. És akkor pontosan ezek kellenek hozzá. Közben azon gondolkodom, hogy mennyire szeretek a föld alatt építeni. Vagyis hát igazából egyetlen okból. Nem kell arra figyelnem, hogy alszom el vagy sem. Nem jönnek a fantomok, nincsen sötét, és minden szuper. Nem tudom, hogy odafent éjszaka, vagy éppen nappal van, de nem is kell, hogy érdekeljen. Oké, egészen jól haladok, úgy érzem. Így néznek ki jelenleg ezek az oszlopok, és akkor még néhány extra részlet, például ide jöhetnének még gombok. Mindjárt megvagyok, már csak az utolsó simítások kellenek, egyetlen egy oldalon kell befejeznem az oszlopozást. Ideje használom a scaffoldingot, mert máshogyan már nem jutok hozzá a felső részekhez. Na hát most oszlopfronton egészen jól állok, de még rengeteg munka vissza van, el se hiszem. Na, gyorsan egy kevés kis korlátot mondjuk dobjunk ide, csak azért, hogy ne esek le folyton. Ezt már csak magam miatt is csinálom, mert egyfolytában belesétálok ebbe a cuccba, és hát ez nem túl jó. Na most már a plafonon és a fúron kívül egy dolog van hátra igazából, és az nem más, mint szeretnék néhány ilyen rozsdás, magas falat felhúzni, igazából ilyen tartó oszlopszerű elemet ide, valamint oda. Látjátok, már ki is jelöltem, szóval nagyjából már megvan az alakja, ezeket már csak szépen fel kell húzni. Oké, és akkor ezeket a tartó oszlopokat is tartania kell valaminek, ezért arra gondoltam, hogy vasrácsot rakok így ide fel, mondjuk így mind a kettő oldalra, tehát erre az oldalra is jöhet így egy. Hogyha innen elindul, akkor szerintem pont jól ilyen struktúrátnak fog tűnni, és ténylegesen olyan lesz, mint hogyha meg tudnám mondjuk tartani. Ó, igen, ezt itt még nem csináltam meg a másik oldalon, úgyhogy gyorsan befejezzük, így van. És akkor szépen ez így végső simításként elvileg megvan, gyorsan meg is mutatom, hogy hogy néz ki, és ilyen lesz mindegyik oldalon. Aj, na várj. Oké, most, hogy ezt itt lebontottam, talán így jobban fog látszani, és bum! Na szóval, ilyen lesz mindegyik oldalon, pontosan ott is, itt is, meg itt is. Lépcsők. Na és akkor a második elvileg kész van. És akkor a harmadik is megvan, már csak ide kell raknunk egyet. Na, álljunk is neki, és akkor ezzel közelebb leszünk a végéhez. Utána jön majd a fúró, az is egy jó móka lesz. És a falaknak a textúrázása közben arra is rájöttem, hogy addig nem tudom elkezdeni a fúrót, ameddig nem csináltam meg a plafont. Úgyhogy ezt most cián terrakottával fogom megtenni, ami, hogyha engem kérdeztek, inkább sötét szürke terrakotta, de oké. A szegélyezés pedig így fog kinézni, valamint ide még szeretnék, hát az a helyzet, hogy nem tudom, vagy ilyen blokkból még egy réteget, vagy pedig esetleg ebből a simított kőből. Talán a simított kő az jobban néz neki. Igen, simított kő lesz az. És akkor a végső díszek.
Úgy érzem, hogy most már elég lesz a díszítésből. Oké, lehet, hogy mégsem, de ez nem az én hibám. Egyszerűen túlságosan üres így a plafon. Mármint, hogyha ide leszállok, akkor hát láthatjátok, semmi más, csak egy nagy-nagy szürkeség. És hát ezt nem hagyhatjuk ezen a csatornán, ti is jól tudjátok. És akkor végre jöhet a fúró. Nos hát, ez sokkal inkább úgy fog kinézni, mint egy hatalmas nagy szivattyú. Lesz egy ilyen fúró része, de azt akarom, hogy ez a nagy cucc, amit itt láttok fent, ez olyan legyen, mintha a kifúrt anyagokat onnan, tehát az innen kifúrt anyagokat szívná fel magába. Oké, gyorsan kiegészítgetem az összes sarkánál, így. És akkor szépen így hozzá csatoljuk a falhoz, szlebek használatával. És elkezdjük szépen lejjebb hozni. És most én az egyik kedvenc részem, végre felpakolhatom a leviaszozott szlebeket. Jó nagy munka volt őket összegyűjteni, de megérte. Itt láthatjátok magát a portált teljes egészében. Ott van a portál, amiben be tudunk ugrani, tehát még mindig funkcionál, még mindig használható. Viszont körépítettünk egy ilyen nagyon érdekes, végülis egy ilyen tartó kelyhet, mondhatjuk. Valamint itt van az a furó, ami kivonja belőle a varázslatot. Na de hogyan jutok oda? Nos hát igazából arra gondoltam, hogy az odajutásnak nem muszáj funkcionálisnak lennie, elég, hogyha én ezt így meg tudom csinálni. Nem muszáj ide kiépítenem lépcsőket, stb. Szerintem pontosan elegek ezek a nyúlványok, valamint ez az oszlop, amiről be tudok igazából ugrani. Ott van a Nether portálunk, amin keresztül át tudok ide jönni bármikor, amikor csak szeretnék. Igen, ennek a pozíciója és a mérete megváltozott. Régen pontosan itt volt a portál és egy kisebb portál volt, most viszont itt van ez a nagy-nagy hatalmas. Emellett, hogyha ide lejövünk, akkor láthatjátok a csillagos eget, pontosan mint az End dimenzióba. Na most igen, raktam köré, vagyis hát fölé üveget, sötét szürkét, feketét és világos szürkét, nem ez nem fehér, hanem világos szürke. Itt igazából ezeken tudok közlekedni, valamint hogyha észrevettétek, gondolom, hogy észrevettétek, itt vannak ezek a hatalmas nagy rozsdás tartóoszlopok. A tartóoszlopok azok közelről így festenek, így néznek ki. És akkor ezek a beugrók is itt vannak. Ezek között lehet közlekedni a láncokon keresztül, amiket ide raktam. Először ilyen eltöredezett, leszakadt, különböző lyukakat, kihagyott lyukakban kihagyott láncot szerettem volna, viszont végül úgy döntöttem, hogy az egyszerűség érdekében bőven elég az, hogyha összekötök így egy-egy részt. Akkor itt van az a rész, amin igazából tudok közlekedni a korlátokkal együtt, így már nem esek le, valamint a plafon a hatalmas nagy fúróval, ami a portálon keresztül ugye vonja ki a varázslatot az End dimenzióból. Hogy ez a későbbiekben a történetünk szerint milyen komplikációkkal jár, azt egyelőre még nem tudjuk. De csak a kíváncsiabb a kedvéért, itt van Shaderrel is a portálunk, szerettem volna így is megmutatni nektek, hogy hogy fest ez a portálszoba. Nekem személy szerint bejön ez az industriális stílus, remélem, hogy nektek is tetszik a portálszobánk. Mindenképpen írjátok meg a véleményeteket kommentben. Na de ideje hazatérni. Egyszerűen imádom a bázisunkat ezzel a téli tájjal. De hiányzik még innen valami. Ez a rész itt bizony eléggé üres. És az ellenségeink nagyot fejlődtek ebben az epizódban. Megtalálták a portált, úgyhogy ideje, hogy ezen a részen is terjeszkedjenek egy kicsit a taposó körül. Na, mit szóltok? Jöjjön még egy kis építés? Csak most ezúttal timelapse-ben. Let's go! Őszintén sajnálom, hogy le kell bontanom ezeket a csodás, organikus fákat, de valami teljesen más fog ide kerülni a helyükre. Valami nagy. De nem lesz ez a valami sem széles, sem pedig hosszú. Magas lesz, ugyanis felfelé fogok építkezni. Látjátok itt rengeteg az oszlop. Különböző részeket rakok majd ezekre az oszlopokra. Ezek az épületek emlékeztetik majd a karakteremet a régi otthonára. Arra a helyre, ahonnan ő jött, ahonnan ő származik. És hogy mi a koncepció, valamint hogy mi adta az alapötletet, azt majd a timelapse után elmesélem nektek. Most nézzük, hogy mi folyik itt a képernyőn. Különböző vasúti sínekre helyezek konténereket, épületrészeket, kiugrókat és tetőket, valamint kéményeket. Így néz ki, ez volt a karakterem otthona, a karakterem valósága, mielőtt idejött. Na de elkészültünk. Voilà, itt is vagyok. Mit nem mondjak, imádom innen a bázisom melegéből nézni a hideg tájon az új építményeket. Na de, le kell vennünk, meg kell lesnünk, hogy mégis mi ez az egész. Ahogyan azt már a timelapse alatt is említettem,
ez az épület az, ami emlékezteti az otthonára az én karakteremet. Ugyanis minden ilyen futurisztikus volt ott, ahonnan ő jött. Igen, láthatjátok a különböző vasúti síneket és a különböző konténereket egymásra pakolva. Szeretném gyorsan, srácok, megosztani veletek az alapkoncepciómat és hogy mi adott ötletet, mi adott inspirációt. Nem más, mint a Ready Player One nevű könyv, valamint film volt az, ami engem megihletett. Abban a történetben az emberek a virtuális valóságba menekülnek egy szemüvegen keresztül, ami elviszi őket különböző helyekre, és különböző karakterek lehetnek, amiket ők választanak. Mert a valóságuk az bizony így néz ki, a Föld egy szemetes romlott hely. És noha annak a történetnek semmi köze a mi történetünkhöz, nem ez a világ nem egy szimuláció, az épületek hangulata és stílusa mégis megihletett. Egyelőre így fest ez a kisebb konténerekből álló építmény, viszont amit az építés alatt találtam ki, az nem más, mint hogy részenként, vagy hát legalábbis igyekszem részenként, kibővíteni ezt az építményt. Tehát hozzáépíteni, akár fölfelé, akár oldalra, akár hátrafelé, akár előre, éppen ahogyan esik majd. És még egyszer szeretném felhívni a figyelmeteket a hatalmas nagy kontrasztra. Ott van a csodás kis fantasy, amit mindannyian annyira imádunk, és egyszer csak itt van a rideg valóság, a csúnya zord jövő. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem szeretnék ilyenekben lakni. Remélem, hogy sikerült megfigyelni, hogy ez a konténer az ugyanolyan, mint ami ott is van, vagyis hát ugye nagyon hasonló. Valószínűleg még zöld is fog majd ide kerülni, meg mindenféle más színű. De nézzünk is itt ugye körbe, itt van a talapzat ezzel a rengeteg kődobozzal, szürke dobozzal, és ugye itt vannak a bejáratok. Na most hát ez nem egy valós bejárat, itt inkább csak az összehordott szemetet szerettem volna igazából bemutatni ezzel a sok különböző faanyaggal. Ilyen lécekként használtam őket szinte már-már, valamint itt vannak ilyen régi, vegyszeres hordók is, például egy-kettőt még majd szeretnék elszórni belőle itt ezen a tájon, hogy igazán látszon az, hogy a taposó és a benne lévő emberek, azok mennyire, ugye szeméttel megtöltik ezt a teret, mennyire kártékonyak, és hát ők maguk azok, akik ezt a földet tönkre teszik. Nos, és akkor itt van egy ilyen kisebb őrtorony, akár egy ilyen vadásztoronynak is felfogható, valamint különböző kiugró részek és egyéb konténerek. Egyelőre nem csináltam még neki lépcsőt, mert hát nem döntöttem el, hogy egyáltalán akarom-e én ezt használni. Akarok-e bele cseszteket rakni, vagy bármi mást. Hogyha mondjuk tehetnék bele valamit, akkor ti mit javasolnátok? Mi legyen az? Mindjárt éjszaka van, és ez eszembe jutotta a világítást. Azt egyelőre Androidokkal, valamint sima lámpásokkal oldottam meg. Szerintem Androidokat kell majd még raknom egy-két helyre, különben nagyon-nagyon sötét lesz. Na de mit szóltok hozzá? Mindenképpen írjátok meg a véleményeteket kommentbe. Na de hát a szívem szakadna meg, hogyha nem építhetném vissza azokat a fákat, amiket lebontottam, úgyhogy ezt most nagyon-nagyon gyorsan megteszem. Ígyni, ezt ilyen szép zöld lombbal fogom megcsinálni. Ennyi volt, nem telt ez semmi időbe. Azonban tudjátok, mi jön most. A karakterem ír a naplójába. Így szól. 23. Leesett az első hó. A mai reggelen kifehéredett tájra ébredtem. A csodás hó beterített minden fűszálat, fát, erdőt, hegységet. A karácsonyi hangulat azonban melegített minden szívet az elátkozott földön. Egy dolog azonban nem hagyott nyugodni. A taposó körül új épületeket húztak fel. Az álomrózsával szembeni félsziget hamar életre kelt. Jönnek-mennek az emberek, egész nap búg a gép, a frissen felhúzott konténerházak pedig csupán egy dolgot jelenthetnek. Megtalálták, amit kerestek, ezért magabiztosan letelepednek. A végdimenzióba vezető portált szemelték ki maguknak először. Hamar fel is tárták azt, a falakat erős oszlopokkal támasztották ki. Megkezdték a munkálatokat. Fúrnak. Attól tartok, a varázslatért jöttek. Ezért magamat teszem felelőssé, hiszen bedöltem az ígéretüknek. Bizonyítsd, hogy van még varázslat, és megtarthatod a helyet. Tudhattam volna, hogy átvernek, és engem használnak fel arra, hogy felkutassam ezt a veszélyes vidéket. Ha én tehetek róla, megállítanom is nekem kell majd őket. De hogyan? Erre a kérdésre kell választ találnia a karakteremnek. Na de srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai nap. Nagyon jól éreztem magam, jó volt ez a kis átalakítás is. Ha tetszett a videó, valamint az átalakítás, mindenképpen dobjatok egy lájkot. Élvezzétek a karácsonyt és a szünetet, kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. Na hellóka, sziasztok, pá-pá!